Karinti Frigyes. Reggel 7-kor. Mi ez? Mi ez a rettentő csengetés? Tűz van? Ezek nyilván tűzoltók. Szólni kellene az Erzsinek, hogy oltsa a lámpát. Biztosan meggyulladt a kredenc. Dehogy. Ez a Wecker. A Wecker csönget. De hiszen akkor 7:30 van már. El kellene kelni. Nem, de hiszen az lehetetlen. Hát csak most feküdtem le. Mi van ma? Szerda. Magyar, német, mennyiségtan, földrajz, torna. Igen, ez az 5. Jó, rendben van. Akkor még alhatok egy 5 percet. Magyar, német, mennyiségtan, földrajz. Földrajz. Hűha. Hiszen én még nem csináltam meg a térképet. De ceruzával már megvan, most ki kellene húzni tussal Magyarország határait. Tyű. Hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart. Aj, föl kellene kelni. Felelés van. Mi ez? Csak nem asszom el megint. Ez mégse lehet. Felelés. Mákosi tanár úr és Magyarország határa. Hát, kérem, Bauer. Csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer. Azért nem muszáj elsietni a dolgot, nem kell kapkodni. Meg lehet csinálni azt a felelést szép nyugodtan, biztos kézzel előkészítve. Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen hidegbe. Persze a harisnya, az fontos, ha fel akar kelni az ember. De csak óvatosan, kedves Bauer, csak óvatosan, így. Behúzza szépen a takaró alá, hogy én minek dugjam ki azért a lábam. Nevetséges, itt is fel lehet húzni a takaró alatt. Na ugye? Tyű. Ajaj, ott oldalt. Ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr! Kapitány úr! Léket kapott az ágy! Némo kapitány, mindjárt elsüllyed! Nyugalom! Hát be kell tömni. Ja? De jó. Na, hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt, ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén már túl vagyok, most már csak a cipő jön és a ruha. Erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges, úgyis beteg vagyok. Milyen tisztelt tanár úr, fiam a gyöngélkedés következtében nem vehet részt az előadáson. Tisztelettel, Bauer Károly. Bár ez nem valószínű. Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal. Bár miért kellene azért fölkelni? Tegnap egyszer átnéztem részint, úgyis mindjárt fölkelek és megnézem, hát most már nem mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is az egész mástrészt, de azonban gyöngélkedem is. Nem csak átnéztem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, hogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdni valom van itt az ágyban. Ezt rögtön el kell intézni, ezt a fekvést, mert már 7 óra is lehet. Na, tehát Magyarországot délen határolja a Duna, és a Szerbia, és a romániai Dalmát, és a Szerbia, és Szerbia fővárosa, és a fővárosi Szerbia, na, kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljen Bauer, mert magának felelnie kell, mert maga Szerbiából 4-esre áll, és az intő konferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer! Igenis. Az intő konferencia ott ül már Szerbia határán, és tanácskoznak. Még csak a hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi Bosznia fővárosa? Bauer?
Fogd be a szájadat, és ülj ide az ágyú mellé. Most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Magyarország határát. Hát jó. Jó. Ha nekem kell megvédeni, adjanak mellém ezer kipróbált derék kobolt, mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik. Na, hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá! Na most, hadaink már bent járnak Szerbiába. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Magyarország határát. Mennyiségtamból rosszul áll, az igaz, de 20 saslengést csinál a nyújtón, és mint fővezérnek ez kell. Na, Bauer, hát akkor csak neki, édesfiam, foglald el Szerbiát, így már kijavíthatod a négyesedet. Jó, jó, nem bánom, tanár úr. Tábornoki egyenruhán megfelel? Így? Így. Jó. Hát most... Utánam, fiúk! Maga! Mákosi tanár úr! Maga lesz a hadsegédem, de vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját. Így üljön fel ide hátra a lovamra, és kapja el, ha golyójon. Majd adok én magának. Ne feleseljen, tanár úr! Tanár úr, nem készültél. Hát mondd meg, tanár úr, mi a fővárosa Szerbiának? Na ugye, nem tudod. Szerbia fővárosa Budapest. Miután én most elfoglalom, és hozzácsatolom Magyarországhoz. Ülj le, tanár úr, négyest kapsz. Hát hol is van csak az a Szerbia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. De nem találom. Jaj, tanár úr, nem találom Szerbiát, tehát hogy foglaljam el? Persze, hogy nem találod, gazember, miután nem húztad ki tussal Magyarország határát a térképen, hát most nem is látni, hol kezdődik. A katonák ott állnak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belelépnek a tusba, mielőtt megszárad. Na, megállj te, gazember. Bauer, ezt te csináltad. Le a fejeddel. Le a fejeddel. Hohér! Hóhér, vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval! Jaj, Hóhér úr, én készültem. Erzsi. Erzsi! Na mi van, ifjú úr? Mi? Maga még az ágyban van? Hiszen 8 óra van már, a nagyságos úr már el is ment a hivatalba. Hűha. Ezt elaludtuk megint. Így, mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fent van. Oh.